A pályázat keretösszege 93 millió dinár, egy-egy hitelösszege pedig akár 15 ezer euróig is terjedhet. A hiteldíj éves szinten idén 1%-osra csökkent. Az öntözőberendezésekre vonatkozó hitelezést 2005-ben kezdték meg, azóta 22 hitelciklust bonyolítottak le, és több mint 1200 hitelt hagytak jóvá, nyilatkozta Szabó József, a tartományi mezőgazdaság fejlesztési alapigazgatója. A kiszámíthatatlan időjárási viszonyok megnehezítik a termelést, ezért az öntözőberendezések nagy segítséget jelenthetnek a hozam növelése szempontjából. Öntöző dob vásárlására pályáztunk. A berendezés segítségével a száraz időszakokban akár 40%-kal is növekedhetne a termelés. Immár negyedszer pályázok, sokat segít a hitel. Biokonyha kertészettel foglalkozunk és növelni szeretnénk a termelést. Zöldség és mezőgazdasági termeléssel foglalkozom. Vízszivattyú beszerzésére pályáztam. Remélem elősegíti a termelést. A hitelek iránt egyre nagyobb az érdeklődés, a mostani kiírásra 101 kérvény érkezett be. A következő pályázatot feltehetőleg augusztusban írják majd ki.